A legtöbb művészet, tudod mi? Delis szívvel megöregedni, tenni vágynást tétlen maradni, igazad van, mégis hallgatni. Soha nem lenni reményvesztett, csendben hordozni a keresztet, irigység nélkül nézni másra, ki útját tettetősre járja. Kezed letenni az ölébe, s hagyni, hogy gondod más viselje. Hol segíteni tudni régen, bevallani alázattal szépen, hogy arra mostán nincs erőd. Nem vagy olyan, mint az előtt. Így járni csendesen, vidáman Istentől rárakott hitában. Sok szeretettel köszöntjük a megjelentek, időseket és a tisztelt vendégeinket. Nagyon jó szórakozást kívánunk Önöknek az ünnepi műsorhoz, és felkérném Nagy Attila polgármester urat, hogy mondja el ünnepi köszöntőjét. Kedves időskorúak, kedves szépkorúak, tisztelt jelenlévők! Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm településünk két legidősebb tagját, Kálmán Lajosnét Erzsi nénét, aki 91 éves, és Molnár Dénes bácsi, aki 92 éves. Önök már mind nyugdíjas éveiket töltik, nem azért kelnek fel korán reggel, hogy munkahelyre igyekezzenek. Nem nehezeül vállukra a munkahelyi felelősség terhe. Elvileg nyugodtan élhetnek kezdeléseiknek. Elvileg. Mondom, mert én nemigen találok olyan nyugdíjast, akinek nincs dolga vagy gondja. Van, aki a pénz, a nyugdíj beosztásával küszködik, van, aki betegséggel, van, aki nem győz a gyerekein, unokáin segíteni, van, akit az egyedül lét gyötör és sorolhatnak. Pedig az öregkornak számtalan erénye van. Reimann azt mondta, az életkor egyik legfontosabb erénye a higgadtság, amely türelmesebbé tesz másokkal és önmagunkkal szemben. Kevesebb indulattal viseltetünk a szokatlan jelenségek iránt, és több tárgyalagossággal ítélünk. Más megközelítésben hasonlíthatjuk az emberi életet a négy évszakhoz, de talán a legszebben egy fa szimbolizálja sorsunkat. Először még kis magonc, cseperedve csemete, majd sudár lesz a termete. Tele lesz zöld levelekkel, rügyekkel, virágba borul, termést hoz, aztán lehullatja sárguló leveleit, majd téli álmot alszik. Önök most hol is tartanak? A levélhullajtásnál, ami ősszel történik. Ősz van a természetben, és van az életutunkban is. Ilyen tájt még bőven simogat minket a napsugár. Ebben az időszakban van a betakarítás is. Az önök élete is erről szól. Nehézségek közepette felnevelték, majd útjára bocsájtották gyermekeiket, most pedig unokáik életét egyengetik türelemmel és alázattal. De hogyan az ősz is lehet borús, bánatos, szomorú, latyakos, az önök életében is vannak nehézségek. Már nem tudnak olyan könnyedén és gyorsan mozogni, hol itt fáj, hol ott fáj, sokat kell költeni gyógyszerükre is, de a szívük az nem öregszik. Megvívták már az élet nagy merész csatáit. Lelkükben dúló viharok lassan lecsendesültek. Lehet, hogy fiatalon az élet becsét nem érezvén sokszor pazarlóan bántak lehetőségeikkel. De az élet adta tapasztalatok idővel bölcsességgé nem esettek. Ma már tudjuk, mindennek rendelt ideje van, s helye van az ég alatt minden akaratnak. Kívánom az idős és szépkorúaknak nagy bajaik, problémáik ellenére is élvezzék az életüket minden egyes pillanatát, mert hatalmas ajándék az élet, és épp oly nagy kincs az, hogy embernek születtünk. Azért minden napján érezzék a család, a társadalom megbecsülését. Érezzék, hogy szükség van önökre, érezzék, hogy vannak dolgok, amit jobban tudnak, vannak dolgok, amit csak önök tudnak. Mai napon önöket köszöntik a fiatalabb generációk. Nekik és felkészítőjéknek tisztelettel megköszönöm, hogy ismét elfogadták felkérésünket. Köszöntöm végén, kívánok mindannyiuknak jó egészséget, boldogságot családjuk körében,
és kérem, hogy fogadják szeretettel Márai Sándor Ajándék című versét. És mégis, ma is, így is, örökké mennyit ad az élet? Csendesen adja, két kézzel, a reggelt és a délután, az alkonyt és a csillagokat, a fák füllett illatát, a folyózöld hullámát. Egy emberi szempár visszfényét, a magány és a lámpát. Mennyit ad, milyen gazdag vagyok, minden napszakban, minden pillanatban. Ajándék ez, csodálatos ajándék. A földig hajolok, úgy köszönöm meg. Köszönöm, hogy meghallgattam. Most felkérem Schlud Dominikát versének előadására. Tollas Tibor, hazafelé. Ismerek minden útkanyar, mely anyámhoz visz, hazatart. A vaksötétben is hiszem, hogy nem tévedne el szívem, mint az iránytű úgy mutat, mindig haza és jó utat. Más irányt nem is keresek, mert mágnese a szeretet. Nem vibrál a tűtöve, mert anyám annak sarköve. A térképen csak pár vonás, Vadna, utolsó állomás. A bakter vígan rám köszön, ölemben látja örömöm piros batyuját, szívemet. Anyámhoz ezzel sietek. Egy órányira kis falunk, ha gyalogosan ballagunk. Cudar a sors és fukar is. Télen drágább a fuvar is. Szánkó helyett hát talpamon, szívem csengőit hallgatom. Könnyű annak a hó, a sár, akit az anyja csókja vár. Fönn ezüst húra vezeték, viszi híremet messze szét. Fehér papíron távirat, betűzi. Jön már a fiad. Kottái élő verebek kottázzák ki a nevet. Két oldalt hosszú jegenyék, rajtuk a holdnak szeme ég. Mint égből cseppent jégcsapok, fölismernek, hogy én vagyok. Tudják, hogy merre miért megyek, s mint a gyertyák fénylenek. Égő gyertyák közt fut a szán, csillag ragyog az utasán. A híd, mint fényes nagy bogár, hogy hátán megyek, megcsodál. Alatta ezüstgyík szalad, falunpatakja, bámpatak. Anyjához siet, hol a hó alatt pihen a hűsajó. A hídon túl már int gömör, mint szép leány, úgy könyököl kék ablakán a felvidék. Nékem mutatja fel szívét. Hiába hisz most szép leány, Borsodban anyám vár rám. Kigyúl az ég, és meghasad, most döntik ozzon a vasat. A hegytetőkről üzenet, a bükk gyújt örömtüzeket. Fényét szívemre tűzi át, így várja vissza hűfiát. A hegy karján, mint kisgyerek, falu megismer, integet. Pólyája puha, friss, fehér. A nénye húzta rá, a tél. Ő is tisztába öltözött, mert tudták, minthogy én jövök. Kristály szikráz a hegyeken. Csillámmal szórták be nekem a háztetőket angyalok. De én csak tovább szaladok. Látszik a kapunk ide már, s mögötte anyám szeme vár. Minden gyémántnál ékesebb, minden csillagnál fényesebb. A menny sincs soha oly közel, mint amikor az anyám átölel. Felkérném az általános iskolásokat, tartsák meg műsorukat. Kedves jó nagyszülők, idősek napjára eljött köszönteni Kiki unokája. Szívünk virágait fogadjátok el mára, ezek a virágok. Szeretet és hála. Gyerekek, gyerekek, mi van ma veletek? Nem maszatos senki, csendben van mindenki. Szemetet sem hagytok, oly rendesek vagytok.
Látjátok, nagymamák, látjátok, nagypapa, ilyen jók az unokák. Ünneplőben vannak, verseket szavalnak. Ó, nagymami, drága nagymami, de jó, hogy közöttünk élsz. Te nálad nincs senki kedvesebb, mindig csak adsz és nem kérsz. Mint egy ezüsthajú fülgetűnél, művelsz mesebeli száz csodát, mert te vagy nagymami, drága nagymami, aki csak jót és szépet ad. A világon senki másnál nem olyan jó, mint a nagymamánál. Virítanak a virágok, s kapunk oly sok finomságot. A nagymama mindig mesél, nap nevet ránk, szeret a szél. Szavaiból százszor szötten csoda csillan a mesékben. Nagypapával fúrni, faragni, az ám az igazi. Nem kell kis autó sem legó, csak te gyere velem játszani. Te tanítottál kártyázni, biciklizni, te kötötted be sebem, mikor biciklivel oly nagyobb estem, s veled oly boldogan neved éltem. És te azon gondolkoztál, hogy ki a nagypapa és ki az unoka, mert úgy el voltunk egymással, mint két régi jó barát. A nagymamánál jó, csak ott jó igazán. A nagymamának sok keze van, de ez igazán. Egyik kezével főz, a másikkal mosogat, a harmadikkal fejemen egy dudort zorogat. A nagymamánál jó, mert ott van a nagyapa, aki a mezőről tücsök szavú estét hoz haza. Velem voltál örömömben, velem voltál bajban, velem ha sírtam, velem ha kaszabtam. Meséltél és meséltél, igazakat szépet, kívántam, hogy a mesét sose érjen véget. Mit adtam én cserébe? Te azt sose kérted, de talán a két szemem elárulta néked. Szálljon ez az áldás a jó nagymamára, mindig süssön a nap ezüst hajára. Öröm legyen élete, mosolygós és derűs, ne legyen egy napja sem szomorú, keserű. Szeretet kísérje egész életén át, éljenek sokáig a kedves nagymamák. Múlik az idő, őszre jár, de fénylik még a napsugár. Aranyat szór és meleget, örüljenek az idősek. Őszidő is szép lehet, kívánunk hosszú életet. Maradjatok még velünk, jövőre újra eljövünk. Sosem gondold, nem érdekel semmi, csak a saját gondod. Pedig gondolnod kell azon sok emberre, akik annyit tettek, s jártak a kedvedbe. Legalább e napon jussanak eszedbe, legyél hálás nekik, s ne legyen feledve. Szüleid, akik az életedet adták, nagymamák, nagypapák, ne legyenek árvák. Tanítóid, kiktől csak a jót tanultad, gondolj szeretettel, tisztelettel rólad. Törődjél és szeress, mindenki azt mondja, hogy amennyit most adsz, annyit kapsz majd vissza.
szóra. Szőr a kocsi, hattog a Jancsi, talán értem jöttek, jaj, édesanyám, felhez a sztajkám, de hamar elviszlek. Jaj, édesanyám, szerelmes sztajkám, de hamar elviszlek. Kocsira a ládám, helyibe a fátám, magam is felülök. Jaj, édesanyám, kedves szülő dajkám, de hamar elviszlek. Jaj, édesanyám, kedves szülő dajkám, de hamar elviszlek. Huncut a gazda, nem néz a napra, csak a szép asszonyra. Huncut a vendég, mert mindig innék, ha vona, ha vona. Huncut a vendég, mert mindig innék, ha vona, ha vona. Készültem, mint talán egy kis lelki útrálóval. Ehhez jobban értek, mint az ünnepi beszédekhez, úgyhogy hogy fogadtassék el tőlem ezt. Két igeverset hoztam, amit szeretnék megosztani. Mind a kettő a példabeszédek könyvének a 27. részében található. A 17. és a 19. verseket szeretnénk felolvasni, tehát innen. Vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat.
Ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Amikor gondolkodtam azon, hogy mit is szólhatnék itt ezen az ünnepi alkalmon, ez a két igevers ragadta meg a figyelmemet, és arra gondoltam, hogy nagyon röviden néhány gondolatot megosztanék ezzel kapcsolatban. De gyorsan egy közvélemény kutatást is kell emiatt tennem, miszerint arra lennék kíváncsi, hogy ki az, aki még a házastársával együtt éli a idős korait. Kezeket a magasba kérem szépen. Jó, nagyszerű, azért vannak itt még bőven, megnyugodtan. Ki az, aki annak ellenére, hogy már megözvegyült, de mégiscsak a családja körében éli a mindennapi életet, tehát. Oké? Okay? Nagyon jó, szuper, akkor helyben vagyunk. Örülök neki, hogy azért nem magányosan kell kinek-kinek megélnie ezeket az éveket. Azért is fontos ez, és azért kérdeztem, mert mivel családban vagyunk, sokak még abban a szerencsés helyzetben, hogy a házastársukkal, sokak abban a szerencsés helyzetben, hogy a gyerekeikkel, illetve unokáikkal lehetnek egy közösségben. Mindenképpen biztosan megfigyeltük már azt, hogy hatással vagyunk egymásra. Tehát mindannyian hatunk egymásra. Amíg szülők voltunk, addig neveltük a gyerekeinket, rájuk is voltunk valamilyen hatással, ha nem mindig a szavaink, de a példa, amit mutattunk eléjük, az mindenképpen. Tehát a nagy kérdés szerintem idős korban is minden egyes ember számára, hogy kire vagyok és milyen hatással? Kire vagyok és milyen hatással? Én úgy érzem, hogy az idős kornak talán ez a legnagyobb feladata, hogy hatással legyek. Mert hát már sok mindent nem tudok elvégezni, de a személyiségem, a jellemem, a jelenlétem, az a lelkiségem, az valamilyen hatást azért mégiscsak kivált a körülöttem élőkből. Akár a házastársamból, akár a gyerekeimből, akár az unokáimból. Tehát kire vagyok és milyen hatással? Ez nagyon-nagyon fontos kérdés, mert ez tesz bennünket igazán boldoggá időskorban, hogyha tudom, hogy jó hatással vagyok az én szeretteimre. Sokszor elmondtam már, ebben a körben még talán nem, hogy azok az emberek, akik sokáig élnek együtt, most házastársakra gondolok, egy idő után hasonulnak a jellemük, az arcuk, a ráncaik, a szemüknek az állása, és így tovább, a hangulatuk, nagyon sok minden elkezd összefelé, hát csúnya szó az, hogy csiszolódni, inkább hasonulni egymáshoz, és ezért van az, hogy azt mondja az ige is, hogy egyik ember formálja a másikat. Egyik ember formálja a másikat. Na most, akkor el kell döntenünk, hogy én milyen formáló erőt szeretnék kifejteni ezekben az években. Milyen formáló erővel szeretnék adni a házastársamra, a gyerekeimre, az unokáimra. Pozitív példakép szeretnék lenni mindenképpen, nem igaz? Pozitív kisugárzásom kell, hogy legyen. Az lenne a célunk, hogy felemeljük a családtagjainkat. Nagyon fontos ebben a hozzáállásom. Nem szeretünk magunkba nézni, mert nem mindig szeretjük, hogy mit találunk benne. Mármint magunkban. De ahhoz, hogy kihúzzuk magunkból a legjobbat időskorban, muszáj megvizsgálni magunkat, a hozzáállásunkat, a természetünket, a jellemünket. És ha nem megy egyedül, kérjünk segítséget. Kérjünk segítséget attól, aki a legközelebb áll hozzánk, mondd meg nekem, hogy milyen vagyok. Legyünk kíméletesek azért egymáshoz, jó, azt szeretném kérni. Ne vágjunk egymás fejéhez olyan dolgokat, ami fájna. Próbáljunk meg azért tapintatosan beszélgetni ezzel egymással. De nagyon fontos, beszéljük meg akár a gyerekeinkkel. Mondd meg, milyennek látsz te engem. És akkor mérjem le
hogy valóban ilyen szeretnék-e lenni. Mert hogy ha már nem is megyünk ki a kertbe kapálni, és nem is végzünk kemény fizikai munkát, azért a jellemünkön bizony alakítható. Tehát nagyon fontos, kire milyen hatással vagyok. És hogy segíts egy kicsit a gondolkodásunkat, van itt két izgalmas kérdés. Vajon szeretnek-e velem lenni a gyerekeim és az unokáim? Ha igen, akkor miért igen? Ha nem, akkor miért nem? A második gondolatsor, ugye ahogyan a víz tükrözi az arcot, úgy tükröződik a szívben az ember. Sokszor szoktuk a szívünkre tenni a kezünket, igaz? Miért? Mert mindannyian tudjuk, mélyen itt bent, meg itt bent, hogy a szív tükrözi az embert. A szívünk mutatja meg a jellemünket, hogy milyenek vagyunk mi. Amivel tele a szív, azt szólja a száj, olvasok egy másik helyen, vagyis, ha szívemet akarom megvizsgálni, akkor vizsgáljam meg a beszédemet. Hogyan beszélek? Milyen szavakat használok? Milyen hangulatú szavakat használok? Hányszor fordul elő benne a jaj, jaj, jaj? Vagy hányszor van benne, hogy de örülök, és így tovább. Tehát, ha jellemünkre vagyunk kíváncsiak, kezdjük azzal, hogy vizsgáljuk meg a szavainkat. Mert hogy amivel tele van a szív, azt szólja a száj. És ami a szívben van, az formálja a jellemünket. Szeretnénk pozitív hatással lenni a házastársunkra, a gyerekeinkre, az unokáinkra, de ehhez nagyon fontos a jellemünk. Figyeljük meg tehát azt, hogy hogyan kommunikálunk. Felkelünk reggel, mi az első szavunk? Zsörtölődünk, vagy inkább örülünk és hálát adunk. Sorolhatnám tovább, de tudom, hogy mindenki éhes lesz hamarosan. Hadd fejezzem azzal, hogy mennyire szeretek én tükörbe nézni. Mármint tudom, hogy megigazítjuk magunkat, és az jó dolog, de van itt a lélek tükre. Tehát bele kell néznünk újra meg újra a lélek tükrébe. Kit, mit látok, amikor ebbe a tükörbe nézek? Az időskori megpróbáltatások tehát formálják a jellemünket is. Ne engedjük, hogy a negatív betegségek miatt is lefelé tendáló körülményeink a lelki állapotunkat is lefele húzzák. Mindenki jár már orvoshoz. Ki az, aki nem jár orvoshoz? Na, gondoltam. Én is járok egyébként. Na, mindenki jár orvoshoz. Ez nagyon jó dolog, mármint az a jó, hogy tudnak gyógyítani bennünket. De a még jobb dolog az, hogy a lelkünknek is van orvosa, és sokkal rendszeresebben látogassuk meg a lelkünk orvosát, mint a házi orvosunkat. Ezt kívánom mindenkinek. Sokkal rendszeresebben látogassunk a lelkünk gyógyítójához, lelkünk orvosához, mint a házi orvosunkhoz, és akkor az utak azok két felé fognak válni. Lehet, hogy a fizikai állapotunk lefele megy, de a jellemünk és a kedélyünk, a lelki állapotunk pedig fölfelé. Hiszen hát a menny felé tartunk mindannyian, nem? Ezzel leszünk a legjobb hatással a szeretteinkre, én ezt garantálom. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, állok szíves rendelkezésére. Köszönöm szépen. Mindenkit szeretettel köszöntök. Egy imádságot szeretnék felolvasni. Az írója ismeretlen. Idősek és öregek imája. Uram, érzem, megöregettem. Kérlek, őrizd meg engem mindattól, ami az öregeket kiállhatatlanná teszi. Védj meg a fecsegés hajlamától, ne engedd azt innem, hogy éppen én vagyok az, akinek minduntalan mindenkihez szólni kell.
add meg a hallgatás örömét, a belátást, hogy időnként nincs igazam. Szabadíts meg attól a hiú vágytól, hogy mások ügyeit éppen nekem kell rendbe tennem. Tégy engem segítőkészé, de ne legyek se izgága, se zsarnok. Adj türelmet, hogy meghallgassa mások szenvedését, de tégy pecsétet ajkamra, ha egyre növekvő fájdalmaimról, törődöttségemről esik szó. Add Uram, higgadt és békességes legyek, ne pedig fogok ideges és túl pedáns. Add, hogy belenyugodjak lassú testi-lelki fogyatkozásomba, hogy az embereket és a dolgokat elnézően ítéljem meg, nem pedig megnövekedett előítéletekkel. Add Uram, hogy ne legyek szenvedélyes bírálgatója azoknak, akik engem nem szívesen. Add, hogy ne jötködjem aggodalmasan jogaim felett, hiszen tudom, hogy mindez semmiség és végtelen az árnyéka. Add, hogy ne legyek kabzsi örömeimben, hanem alázatosan engedékeny. Ne engedj el magányosodni, hiszen tudod, nekem is szükségem van néhány jó barátra. Istenem, légy hozzám irgalmas. Te vagy támogatom és reménységem ifjúságom korom óta. Öregségemben se hagyj el engem. Amen. Köszönöm, hogy kérném Balogh Krisztófer népdal éneklésre. Sötét kapuk, magas házak, fényes udvarok, nyíjatok meg lábam előtt, ha arra indulok. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek. Felhő-felhő, fenn az égen, vártunk már nagyon. Esőt hoz a virágoknak, mosd el sok bajom. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek. Fehér ingem tiszta legyen, olyan, mint a hó. Átok engem, el ne érjen, ne bánthasson a szó. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek. Erdő közepében járok, egyszer majd rád találok, csillagom vezes, én utánad megyek. Most pedig felkérném a Csepényi iskolás néptánc csoportot, adja elő hajdúsági játékot és a táncokat. Szép az elő, mert az Isten teremtette, itt, mint tőri, tekerít, tovább nincs. Szép az elő, mert az Isten teremtette, itt, mint tőri, tekerít, tovább nincs. Szép az elő, mert az Isten teremtette, itt, mint tőri, tekerít, tovább nincs. Füves, füves, füves.
Boros Tünde, Magyar Palackai Csárdás és Sűrű Csárdás csárcok adnak elő. Do-do-do.